Igen, mi tiszteletem, kedves barátaim, én Oszkár vagyok, és hoztam most nektek egy újabb játékot, egy játék bemutatót, tehát ez nem egy végigjátszás lesz, hanem csak egy ilyen belepillantás jellegű cuckombó, hogy Hörbi mondaná. Az a játéknak a címe, hogy Medieval Dynasty, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, én igazából egy pár évvel ezelőtt figyeltem fel rá, és akkor fel is írtam a kis textfájlomba, ugye, hogy milyen játékokat érdemes követni. Ugye nem mindent a Steam-es várólistámra szoktam helyezni, hanem valamit csak így kiírok egy ilyen szöveges dogfájlba, és akkor ott van nekem egy hosszú lista, hogy na, ezeket a játékokat érdemes így nyomon követni, és ez egyike ezek közül, és tegnap sikerült így hozzájutnom ehhez a játékhoz, és gondoltam, hogy akkor bemutatom nektek. Hát azt túlzásúbb bemutatom, inkább így közösen megtapasztaljuk. Tehát ez sokkal inkább egy ilyen közös megtapasztalás lesz, mert tegnap csak annyira jutottam így késő este, hogy úgy nagyjából beállítottam az irányítást, ilyesmi. Egyébként annyit kell tudni erről a játékról, hogy a Render Cube készítette, a kiadó a Toplitz Productions, megjelenés dátuma 2021. szeptember 23, korai hozzáférés szempontjából viszont 2020. szeptember 17 óta már hozzáférhető. Akció, kaland, szerepjáték, szimuláció, és van hozzá magyar nyelv egyébként, 18 támogatott nyelv van hozzá. Aztán nagyon pozitív az értékelés a Steamen, és körülbelül ennyi. Ilyen középkori környezetben játszódik, olyasmi, mint a Kingdom Come Deliverance, bár nekem az, én még azért nem játszottam azzal, mert annyira nem vitte a gépem, hogy inkább megvárom, hogy legyen egy rendes gépem, és akkor majd azzal fogom kipróbálni. Na, de akkor nézzük is meg a játékot, tehát a Medieval Dynasty. Én magam is kíváncsi vagyok rá, mert tegnap nem tűnt rossznak egyébként. Ja, Unreal Engine-es a játék, kicsit nehezen kapcsolódik be, azt így észrevettem, az OBS nehezen érzékeli. Nem, hogy mindjárt kicsit várunk, itt az intro videókat sajnos most nem érzékeli még. Aztán nyam. Egy bölényt, na most már ti is látjátok a bölényt. A tegnapi 10-15 percnyi játék után, játékidő után nekem úgy tűnt, hogy nincsenek benne fantasy elemek. Tehát teljesen valósághű földhöz ragadt cucc, de majd meglátjuk. Elég összetettnek is tűnt egyébként, azt hozzá kell tennem. Palalallam, 1.0.1.1. Na most, egy új játékot fogunk kezdeni, azt kész. Remélem, hogy a hangerők azok jól be vannak lőve. Tegnap teszteltem. És testre is lehet szabni az új játékot, nézzenek oda, ezt nem is néztem tegnap, nehézségi szint az lehet könnyű, normál, nehéz, egyéni, hát legyen normál. Én az adókat is fel lehet emelni, egyes épületek után évente fizetendő adó összegének szorzója. Az adófizetés elmulasztása a dinasztia hírnevének elvesztéséhez vezethet, és végül a völgyből való száműzéshez, ami véget vet a játéknak. Ez hát mennyire lehet felhúzni? Ez kb. Ezerre fel lehet húzni? Ja, körülbelül ilyen világban élünk most. Na, visszarakom 100-ra. Legyen normális. Épületek korlátozása, események, korlátlan HP. Semmilyen kárt nem fog szenvedni. Aha, szóval, hogy ezt lehet egyszerűsíteni is a játékmenetet. Hú, mennyi minden. Na mindegy, most ezzel foglalkozunk, szerintem akkor játékot indítsuk, és akkor az intrót hallgassátok meg, meg olvassátok. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living. And our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then,
I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Földhöz ragadt történet. Egyszerű. Szóval kicsit az a benyomásra van az embereknek, hogyha itt ez egy ilyen szimulációnak készült volna ez a játék. Tehát, hogy gondolom, hogy vannak évszakok is benne, ebből a képből ítélve, már nem ilyen évszakban fogunk kezdeni. Blutty, megérkeztünk. Új küldetés, egy új élet kezdete. Azt mondja, mit ír róla. Amikor eljött a háború, mindent elvesztettem, először nem tudtam, mit tegyek, aztán eszembe jutott egy régi történet, amit egyszer anyám mesélt nekem. Egy történet a nagybátyámról, Jordanról, szerény vagyont szerzett északon egy békés völgyben, amit már hetek óta kerestem, és végül megtaláltam, itt új életet kezdhetek. Igen. És akkor itt jutalmak, maximális fejlesztési szakasz, remete, lak, épület, korlátozások 1, beszélj a várnaggyal. Igen. Aztán hát van itt ilyen térkép is, most ilyen hol vagyunk, Gosztoviában, Denika, Jesznika, Hornika, igen, egész nagy terület. És akkor itt ugye vannak a képességek, kincsvadász, pusztításmestere, vadászat, gazdálkodás, diplomácia, túlélés, termelés, te jó ég. Inventoriban ezekkel, hát igen, nem minden lett lemagyarító, úgy látszik, ez Apple maradt, ugye alma, egyszerű fákja, racimi szipője, szárított húsból van 20 darab, érméből 50 darab, zab, tekercs, kenyér, a konyhában, a kemencében sütik, fogyasztható. Na mindegy is, egyébként meg látjuk így a testünket, lehet ugrani. Jól meg lett csinálva, az oldalmozgás is marha jól el lett találva. Lehet futni is, sprintelni is. Igen, hát annyira nincs jól optimalizálva, azért azt észrevettem, ez még Unreal Engine 4-et használva, 5-ösön biztos, hogy jobban futna. De... most akkor mindegy, menjünk, próbáljuk meg felfedezni itt a környéket. Ezt észrevettem, hogy például, ha egy kőre ránézek, akkor ezt így tehát ki lehetne craftolni, csak ahhoz, hogy egy csákányra van szükség. Tehát ennyiben bonyolultabb, mint a Minecraft. Most gondolom, fát is ki lehetne vágni, csak ehhez meg baltára van szükség. De például ezt talán... ja, botokat be tudom gyűjteni. De valahogy semmit nem tudok játszani. A bal alsó sarokban egyébként azt észrevettem, hogy a sárga csík az a kajálási szintet jelöli, tehát mennyire éhes a karakter, hogyha az nagyon kiürül, akkor korog a nyomunk, meg minden. Ugye a kék az a folyadék szintet, a piros az életerő, a zöld az pedig a stamina. Most elkezdek sprintelni, akkor az elkezd csökkenni, de ha megállok, akkor visszatöltődik elég hamar. De grafikailag nem rossz a játék egyébként. Mondjuk ezek a pop-up növények nem nagyon tetszenek, tehát így ahogy közel meg távol megyek, így beugranak így a képbe, és ezt ugye felveszem maxra a növényeknek a részletességi szintjét, az sem javít ezen. Gustavia! Hú! Egy szép kis környék. Szép kis hely, ilyen kis völgy. A végén egy folyó. Ami egyébként ilyen csöcsigérő. Tegnap kipróbáltam, belementem. Meg gondolom az úszást nem akartak azzal külön foglalkozni. Ezt megcsinálom. Egyébként most, hogy Spesszel fejleszgetjük a játékunkat, így rájöttünk, hogy a vizes dolgokat megoldani, az egy külön misszió.
Tehát az, hogy így alá lehessen merülni, meg csak ilyen térdigérő víz, meg melligérő víz, hogy a vízszintet beizélni, meg azt, hogy most lehessen-e úszni benni, vagy nem. Na, várjál, most akkor koncentráljunk a feladatunkra, tehát ott ugye a felső részen, mint a Skyrimben jelzi, hogy hova kell menni. Tehát 56 méterre vagyunk a várnagytól. Tehát mi most igazából ilyen kívülállóként megérkeztünk ebbe a faluba, és vannak ilyen kis gyerekek is. Hello! Hello! Helmut 6 éves. Okos vagy kölyök, gyerünk, folytasd! Goodbye! Ja, mert úgy írta, hogy nem beszélek idegenekkel, azt írta. Nagyon jól teszed. Főleg az ilyen nosikáékkal ne beszélj. Na, azt mondja, hogy táska, ellop. Hát most lopni nem fogunk. Különben se lopnék. Na és akkor itt van, megérkeztünk. Le lehet ülni? Nem. Jaj, nem is ővel kell beszélni? Unigest, 50 éves kor. 50 éves? Kb. 30-nak néz ki. De azok a szemek, nem hittem, hogy még egyszer látom őket. Az egyik kék, mint az ég, a másik fekete, mint egy darab szén. Jól vagy? Úgy nézel ki, mintha szellemet láttál volna. Szóval nem vagy az, nem vagy az. Egy pillanatra azt hittem, hogy elvesztettem. De a szemeid pont úgy nézel ki, mint ő. Bocsánat, biztos összetévesztettél valakivel. Új vagyok errefelé. Igazából csak most érkeztem a völgybe. A nevem Rasimir. Én... Vanda fia, ugye? Jordan unokaöccse. Mi az? Ismerte az anyámat? Nem igazán. Tudtam róla. Valójában nem találkoztunk. Külön akarta tartani a családjait. Nem hiszem, hogy értem. Ön, várj, hogy érted azt, hogy ismertem? Jól van? Remélem, most már igen, bárhol is legyen. Mindkét szülőmet elvesztettem a háborúban. A francba ez a világ. Azt hiszem, lehet olyan kegyetlen, mint amilyen szép. Sajnálom, fiam, senkinek nem szabadna ilyen fiatalon elveszteni a szeretteit. Hát nekem mondja. Sem baj, ők meghaltak. Így én élhetek, és azt tervezem, hogy a legjobbat hozom ki ebből az életből, amit csak tudok, hogy tisztelegjek az áldozatuk előtt. Ez nagyon érett tőled. Biztos vagyok benne, hogy büszkék lennének rá, ha ezt hallanák. Említette a nagybátyámat, Jordant, Lordant. Valójában őt keresem itt. Ó, Rasimir, utálok rossz híreket hozni. Jordan bácsikát már nincs velünk. 3 évvel ezelőtt elhunyt. Nagyon sajnálom. Megértem, hogy mit érezhetsz. Ő egy kedves barátom volt. Szóval ennyi. Csak én maradtam. Ne mondd ezt! Hé, nézd rám! Ez a völgy tele van meleg szívű emberekkel, akik szívesen segítenek neked bármiben, amire szükséged van. És én is közéjük tartozom. Akkor most mit tegyek? Szabadon mehetsz, ahová csak akarsz, és új életet kezdhetsz. Ezennel megadom neked a várúr engedélyét, hogy a völgyben lévő bármely kihasználatlan földön építkezz és gazdálkodj. Építs magadnak egy házat, és meglátod, mi vár rád. Akár egy egész falut is építhetsz, ha úgy tetszik. Sok utazó jár erre. Talán néhányan közülük csatlakozni szeretnének a településedhez. Csak így, ingyen elvihetem a földet. Nos, évente adót kell fizetni a királynak, de ettől eltekintve azt tehetsz, amit akarsz. Persze, csak ha nem szeged meg a törvényt, vagy legalábbis ha nem kapnak rajta. Ez elképesztően hangzik. A völgy is gyönyörűnek tűnik, azt hiszem itt maradok, és meglátom, mit tartogat számomra a sors. Ezt örömmel hallom. Az egész országban találhatsz forrásokat. Fogj néhány követ és botot a földről, és készíts magadnak egy egyszerű fejszét. Ezzel kivághatod a fákat, a rönköket és rönköket is vághatsz belőlük. Ezután készíthetsz egy fakalapácsot, ami kulcsfontosságú lesz az építkezés során. Biztos vagyok benne, hogy belejössz majd a dolgokba. Ha építesz magadnak egy otthont, őbe fogadnám én. Gyere vissza Gosztáviába és beszélj a feleségemmel, Dobroniega. Ő vezeti a kocsmát, kérd meg, hogy adjon neked enni. Biztos éhes vagy. Aztán hozd néhány sört mindkettőnknek, és gyere vissza. Mesélek neked néhány történetet Jordanról. Ez nekem úgy hangzik, mint egy terv. Egy új kezdet. Collecting resources. Az összes alapvető nyersanyagot a vadonban lehet gyűjteni, csak nézz körül, és nyúj értük.
A botokat a legkönnyebb megtalálni, a köveket és a gyógynövényeket viszont sokkal nehezebb észrevenni. Mozgasd a kurzort a kívánt tájra, igen, stb. És akkor be lehet gyűjteni. Ja. Egyébként, hát akkor menjünk gyűjteni tucakat. Tegnap néztem ilyen túlélő videót, és például nem is gondoltam volna, hogy hát nem tudom, minden fáfa így van, de szóval a fának a kérge alatt van egy ilyen speciális anyag, amit hogyha lefejtesz, és tűz alatt úgymond megolvasztasz, akkor folyékony formát ölt, és ez egy ilyen természetes ragasztóanyag. Tehát addig, amíg folyékony formában van, rákened valamire, és azt így, tehát összeragasztasz vele két dolgot, és aztán megkeményedik, hogyha megszilárdul, akkor viszont kőkemény lesz. Nem is tudtam, például ez jó tudni ilyen dolgokat. Majd fogunk egyébként néha nézni ilyen túlélő videókat együtt is. Okuljatok, meg én is. Látok, a botokat most szépen gyűjtek, ez bokrot nem tudom be izélni. Mindegy, ilyen kis mini fenyőfákat kitépkedek. Itt van egy kis kő. Aztán... mit is mondott, hogy van, craftolni kéne. Egy fafigek kivágásához fejszére van szükséged, ezt a szerszámot megvásárolhatod, vagy elkészítheted a készítő menüben, a kézművesség részben. Kézművesség? Képességek? Management? Nincs ebben technológia. Aha. Túlélési technológia, mezőgazdasági technológia, termelési technológia. Fú, ez na bonyolult ez a játék, he. Barkácsolás. Bot. Kő. Néhány tárgyat akár útközben is elkészíthetsz a kezedben, lépj be az alkotás menübe, és válassz egy adott mintát. Alkotás menü. A fejlettebb tárgyakhoz a gyártó épületben található kézműves állomás használata szükséges. Alkotás menü. Hova van az? Az inventory. Várja. Megnézem itt, hát hogyha itt írja valahol. Alkotás menü. Dögöljek meg, hogy tudom, hogy ez hol van. Kőbaltát kell csinálni, egy új kezdet, na várja. Végre ide értem. Új életet kezdhetek ebben a völgyben. Az elején ki kell választanom a megfelelő helyet, ahol felépíthetem a házamat. Talán jobb, ha egy nagyobb, nyílt területet keresek, ahol később más épületeket is építhetek, ha szükségem lesz rájuk. Végül is egy háztartás nem egy házikó. Talán egyszer majd lesznek közeli szomszédaim. Kezdetben a saját házamra kell összpontosítanom. Szükségem van néhány botra, kőre, mindenképpen szükségem van egy fejszére, és néhány fát kell kivágnom az építkezéshez. Egy egyszerű tetőt készíthetnék szalmából. Szalmát egy nádból tudok szerezni, ami egy nagy folyó partján nő. 10 bot, 2 kő, igen, sok kőbalta. Oké. Alkotás, de mindig nem értem, hogy most ez hol képességek, management. Deszka, food. Hol a tökönben van ez? Itt lesz, valahol itt lesz szerintem. Termelés, fejsze. Anyagraktár, itt csak ilyen nagy dolgokat lehet, meg bányát, meg ilyeneket. Tehát ez még odébb van.
Tudás. Nem tudom, ti látni, tudjátok, hogy ez hogy kell? Az, igen, ez külön van a szerve, képességek, termelés, túlélés, diplomácia, gazdálkodás, vadászat, napló, térkép, menedzser. Csak a menedzsmenten belül kéne, hogy legyen, nem? Valahol. Vagy a technológián belül fatönk. Nincs elég technológia. Eltök. Égléskamra. Tyúkol. De hogy kell csinálni? He. Lehet ütni is egyébként. Rájöttem meg védekezni. Dinasztia hírneve. Aha. Favágás. Megvásárolhatom, hogy elkész a készítő menüben, a kézművesség részlegben. Kézművesség. Tehát készítő menüben kézművesség. Készítő menüben. Kézművesség. Dögöljek meg, hogyha tudom, hogy most mit kell csinálni. Na mindegy, megpróbálom akkor megvenni. Hát, hogyha itt mutat ilyen felkiáltó jeleket ott. Cucc. Nice to meet you. Örülök, hogy találkoztunk. Hol találok? Eladókat. Kitermelés, termelés, állattenyésztő, speciális. Kitermelés, favágót. Igen. Branika Lesznika. Köszönöm. Branika Lesznika. Vaj, ez egy eladó. Mutasd az áruidat. Trágya. Ez pontosan erre van szükségem. Nem, amúgy nem. Búcsú! Akkor ez azért, hol? Ja, igen, az ikonok is mutatják nagyjából, hogy mi van. Csak itt. Itt van ami. Dider, dider. Urika. Atya, úristen, ez a játék, hallod? Kicsit fura. Mindjárt lopok egy fejszét. Láda. Kirabol. Már. Esetleg itt bent. Csokolom. Mutasd az áruidat. Fakapa. Kőkapa. Ezért a fejszére van szükségem. He. Hát ilyen lehet, hogy tényleg jobb lett volna úgy bemutatni, hogy valami fingon van róla, hogy mit, hogy kell csinálni. Esetleg itt. És mint hogyha lenne, persze ez mondjuk egy kocsmárosnak tűnik, de... Mutasd az áruidat! Tojás. Honnan lehet fejszét szerezni, hát beszarás? Isten hozzád. Hozzád is. Hát nem hiszem el.
hol lehet, mit egyszerű fákja, igen, ez megvan. Barkácsolás, na hát nem itt ezzel kéne volna, itt csak az anyagokat mutatja. Város kategóriák, fülek, kilépés, hol a szarban van képességek. De ezt is csak fejleszteni lehet. Tehát ez inkább csak ilyen izé, túlélés. Naplóban biztos nincs, térképnél biztos nincs, menedzsmentnél, de csak ilyen nagy dolgok vannak. Tehát akkor a technológián belül ki lesz valami szerintem. Itt kell körülnézni. Ez nem az, vadászkonyhó nem. Éléskamra nem. Nem. Részkalapács, várja. De ez egy kovács műhelyét kell először létrehozni. Nem értem én ezt. Ez nem magyarázza el jól a játék, vagy én vagyok ilyen hülye? Fejszét kérek. Nincs elég technológia. Tudás. Na várja. Barkácsolás. De milyen alkotásmenü? Ilyen nincs, hogy alkotásmenü. De most hol van ilyen alkotásmenü? Most tényleg valamit én nem veszek észre. Alkotásmenü. Nincs ilyen, hogy alkotásmenü. Nem tudom. Kőbalta. Lopok valahonnan át, úgyhogy le van támaszol. Jó napot, uram, ön mit csinál? Ingolf. Begolfolódik. Hát bészarok. Nem lehet kinyitni ezt az ájtaut. Így bezárkóznak itt az emberek. Kőkapa. Az nem semmi lehetett összerakni ezt a játékot. Csak ilyen bonyolult. Na, fakalapács. Haladunk, meg lesz. Ó, ez az. Mutasd az áruidat, itt lesz szerintem. Fejszét, adjad a fejszét, légy szíves. Hol van? Hát beszarok! Hol találok eladót? Kitermelés. Favágó. Branika lesznika. Goodbye. Hát hol van Branika Lesznika, hogy be lehet őt így taggelni valahol a térképen, esetleg? Branika! Nem is, hol vagyok egyáltalán? Ja, hogy várja, most az a Branika Lesznika... Konkrétan a település mondta akkor ezek szerint? Aha. Na várj, oké. Tehát akkor itt nem is a helyszínen, nem egy embert keresünk, hanem egy helyszínt. Úgymond. Tehát egy falut. Úgyhogy csak közben már éhezik a karakterem egy kicsit. De majd akkor akarok enni, hogyha már nagyon lent van a színben, nem tudom, hogy mennyit tölt vissza. De van nálunk ilyen szárított hús egyébként. Jó, oké, kicsit belassítunk. De itt van ez a... Én szerencsére ebből a vízből lehet inni, ez tiszta. Tegnap kipróbáltam. Úgyhogy legalább itt a vízzel nincs probléma. De akkor abba az irányba kell elmenni. Jó nagy terület. Tehát akkor Branika. Az lesz a célja. Remélem, hogy valami vaddisznó nem fog fenébe döfni az agyarával.
20-30 évvel ezelőtt mit megnavattunk volna egy ilyen részletes játékért, hogy erdőben lehet mászkálni. Szép grafikája van, szép zenéje, most meg már ilyen természetes. Most már azon vagyok kiakadva, hogy miért nem 200 FPS-sel megy. Nézd itt, bocs. Kucsma gomba. Ez egy ehető gomba. De van ez a baranika. Volt egy szarvas. Mindegy, követjük a fenti jelzést. Megyek, tökön passzoljon, ha kell. Szükségem lenne egy lóra is, hallod. Azért ez elég messze van. Majdnem fél kilométer. Van egyébként ilyen fejmozgás a kamerának, csak azt kivettem, mert engem eléggé zavart. Mondjuk tökön passzoljon. Egy fickó, hogy megérkezett, hogy tökön passzoljon, hogy rohan. Én vagyok a teremtés koronája. Egy fejszét akarok. Nem tudom, hogy lehet kraftolni, nem tudok rájönni. Hát, hogyha majd ott a helyszínen megtanítanak. Nincs olyan menü. Hát most ti is néztétek, gondolom, hát egyszerűen nincs. Most mit csinálják? Azért egy sima fejszét csak össze tudok rakni így a vadonban. Nem hiszem, hogy egy izét kellett volna kerítenem, egy ilyen barkácsasztalt. Hát... Még én nem biztos, hogy össze tudnék rakni a természetben egy fejszét, de... Hát ilyen nagyon primitívet, ami a kőbunkó, félig kőbunkó lenne inkább, mint fejsze. Ezt is ki lehet termelni. Na megérkeztünk! Hújó! A termés, jó, letapostam az összes termés. Ha is egy jelzés, igen, hogy ezzel a fickóval kell beszélni. Mutasd az áruidat. Na végre, kőbalta, adjad idefele. Mennyibe kerül 60-ba? Vásárlás. Mennyi pénzem van egyáltalán nekem? Van egyáltalán pénzem? Ja, várjál, de persze, hogy van. Ez csak 60-ba kerül. Akkor el kell adni egy-két dolgot. Hát akkor... ilyen olcsón tudom csak eladni. Hát az aptakertőt ezt eladom. Úgy bizony, és akkor kérek egy kőbaltát. Egy darabot. Jó van. Megvan. Have a good day. Neked is have a good day. És akkor most hogy kell ezt berakni a kezembe? Ja, így. Na akkor várjál, vágjunk fát. Kivágom azt a tot. És már lehet, hogy kéne enni. Ejja. Jó. Ja. Jehaui. Wahui. Aha. Igen, nagyjából úgy dolog ki, mint a Forestben. És akkor ezt még így fel lehet így magdalani. Rönnökö. Most ezt hiába csapkodom? Van rönk. Putyinba beraktam. Tuskó. Ja, ez lapátra van szükség, hogy ezt ki tudja venni. Ne légy már olyan tuskó. Akkor most tulajdonképpen egy házat akarunk építeni, hogyha jól értelmezem, ugye? Oh my god! Dölj a köcsög! Ja. Hmm.
Na, jól szétszedtük. Nem tudom, mennyire van szükség. Új kezdet, fakalap, fakalapács, fák kivágása. Vagy még akkor három fát ki kell vágni. Még szalmára is szükség van. A víz mentén lehet, hogy találni, azt mondja a tutoriál. És ennek is van életelé, ennek a baltának, tehát ez tönkre fog menni, ott jobb oldalon lent jelzi. Ajjaj. Ajjaj. Ez is jónak tűnik ez a fa. Nyírfa. Nyírfa házunk lesz, gyákák. Jó. A másik fele, a egyedi fele. És még egyet ki kell vágni. Ú, le vagyunk terhelve. Le vagyunk terhelve. Mindjárt lemegy a nap is. Lehet, hogy mindjárt keresni kéne valami kocsmát. Na, kivágom még eztet. Nyeke. Oh yes. Dűj! Bum! Ez az. Na, ugye meg tudunk mozdulni, ha már... Na most akkor mit jön el fakolapács? Na lehet, hogy ezt a sok fát egyébként most ki kéne dobnom innen a rönköket. Elejt. Almát ejtettem el? De mi? Egy 30 kilónyi farönk. Jó, ne guruljál el nagyon messzire. Adjad ide almát. Alvás. Az alváshoz házat kell építened, vagy tábortüzet kell raknod. Az alvás este 7 és reggel 7 között lehetséges. Ha az alvást választott karaktered a következő nap reggelén ébred fel, az ágyban alvás kis mennyiségű életerőt ad vissza, míg a tábortűznél való pihenés nem. Oké. Okay. Almámat akarom. Ne guruljál már! Átgurult rajtam, nézzen. Na jó. Megesszük az almát. Ha ez még ilyen folyadékot is visszaad, ez a vízi gomba. Ja, mérgező, az ilyen 0,5%-ban mérgező. Na jó, akkor a szállított húst zabbantunk belőle. Ja. Vízünk az nincs, kulacsunk. Na, akkor viszont tábortüzet kéne rakni. Jaj. Hogy? Megint a barkácsolás van. Na, csak tudás, fákja. Tábortűz. De még feleségünk is lehet, de durva. Tűzifa forrás. Rökök. Bonyolult ez nekem. Na, bonyolult ez a játék, hallod? Hol a tökömben lehet izé kraftolni? Meg ha tudom. Aztán úgy megpróbálok bemenekülni a faluba, hát hogyha valaki befogad.
pakalapács, az is arra is szükségünk lenne. Hát most ugye lopok egyet akkor. Nem vette észre senki? Majd még szalmára lenne szükség. Ez itt mi? Mi az itt? Hát nem szalma. Kötél, ezt nem lehet ellopni. Lopni? Nem tudok craftolni, ezért lopok. Ja, mindegy. Hagyjuk. Na, itt van tábortűz. Hoho. Mennyi az idő egyáltalán? Se tudom. Nem lehet itt aludni? Hát... lehet még nincs 7 óra. A tanulási görbé ennek a játéknak úgy látszik elég nagy. 40 percet játszok, és még nem csináltunk semmit szinte. Na, így megsütöm magam egy kicsit. Vojbor. Lubombíra. Ez itt mi? Ó, nem, azt hittem, hogy víz. Hé, nem tudsz egy craft asztalt? Mutasd az árul, hogy hallottál valami érdekes, hogy mostanság. Rönk, kőbalta, deszka, bolt, tűzi, na tűzifa, ohó! Adj el idefele. Vegyünk 3-at. Na van tűzifa, yeah! Csak most ezt mit tudok csinálni? Nem tudom, vagy én vagyok ennyire hülye, vagy egyszerűen nincs ilyen erre lehetőség. Vagy nem itt kell csinálni, vagy lehet rosszul van lefordítva, és akkor most azt keresem. Cseresznyi és pite. Lehet keresni dolgokat. Technológia. Aj, mama! Ezért lehet fejleszteni dolgokat? De milyen technológia, hogy mi? What? Barkácsolás. Néhány tárgyat útközben is elkészített a kezedben, de hogy? Lébe az alkotás menübe, de hol? Nincs ilyen alkotás menü. És válasz egy adott mintát. Nem hiszem el. Alkotás menü. Beállítások. Controls. Lego Google Sprint Primary Action kapcsolatba lép. Istenem. Q betűvel. Oké. Ekkora egy szart. Na jó, akkor most mit akarunk csinálni? Tulajdonképpen. Kézi barkácsolás. Szerszám. Igen, azt mondja, hogy a kőkés. Aha. Nem is ezt akarjuk most, hogy a tábortüzet akarunk csinálni, nem? Tehát akkor... Vagy lehet, hogy ez... automatikusan aktiválhatóvá válik, hogy 7 órát üt az óra? Nem tudom. Bútorok, dekoráció, kapuk, kerítések, épület... Kőbalca, kőkés. Hát csináljunk egy kőkést. Miért is ne? Önvédelmi szempontból is jól jöhet még. Igen, és akkor rakjuk is be a kezembe. Kőkés. Wii, kőkésem van, wii. Hát igen, besötétedett.
A faranyokényemet meg kéne keresni. Ami jó lenne egy tábortüzet is, ugye most már csinálni. Ez nagyon legurult. Hú, az nem farkas ott? Remélem nem. Ja, nem, az csak egy kő. Jó, hát azok jó, ott vannak, legurult egészen idáig, nézd ide. Igen, most jól belassulunk. Hát figyelj, ide elkezdem építeni a házat, ott valami barlang is van. Meg itt közel van egy település végül is. Úgyhogy nagyon lassan halad a karakterem. Nem, hogy oda gondoltam, oda valahogy elkullogunk, aztán megpróbálom elkezdeni építeni a cuccot. Elég durva. Hát igen, azt gondolná az ember, hogy ha már van egy ilyen bonyolult minden, akkor valahol itt kell, hogy legyen az alkotás menő, nem? Ez így külön gombra rakták. Na mindegy. Akkor alkotás, épület, kitermelés, azt mondja, hogy termelés, terakházak, és egyszerű kicsi házat akarunk most építeni, aha. Ja, forgatni is lehet. Hát vagy akkor legyen úgy, hogy valahogy az út mentén legyen nagyjából a bejárat. Bár eléggé. Jó, elhelyez. Hú! Az alapokhoz már meg is vannak. Na most akkor hogy kell tovább építeni, ez a fő kérdés. Igen. Ja, várjál, még lehet, hogy további örökökre van szükség? Jó, hogy várjál, nem. Most szalmára van még szükség, ugye 32, nem azt mondom, meg víz környékén. Igen, írja is. Uh-huh. Nincs, az, hogy sötét van. Nem éjszaka kellene menni. Tehát most át kéne valahogy aludni, az éjszakát átvészelni. Kéne gyorsan csinálni egy tábortüzet, fakalapács, tűzifa. Hát ez most vettünk, nem? Tűzifát. Tűzifa. Tűzifa, igen. Fűtőanyag kézzel vagy faházhoz készül röngből. Használható tábortüzet készítésére és a falusiak melegen tartására. Na, akkor tábortüzet csináljunk. Valahogy biztos lehet. Ez út. Fadárda. Fakappa. Hogy kell? Tűzifa. De akkor mit csinálják ezzel? Hova kattint csak, hogy legyen mán? Nem lehet berakni. Nem működik. De van nekem itt egy fákján, mindjárt meggyújtam, csak hogy lássunk már valamit. Igen. Tehát, hogyha a tűzifa forrás. Tábortűz, nincs olyan, hogy tábortűz. Azt mondja, hogy flörtölés.
Nem tudom. Megint egy újabb probléma. De akkor menjünk a vízért, leszarom. Éjszaka kellős közepén akkor rohanok. Itt van is egy patak, csordogál. Ebből tudok inni. Megbögtem a vizet. És akkor ez itt mi? Orbánc fű. Nem, hát Viktor fűet nem akarunk. Orbánc Viktort, érted? De valahol itt, mondta, hogy itt a környéken van ilyen autóról. Persze, hogy ilyen nagyobb vizek mentén kéne keresni, tehát most akkor menni kéne vissza ahhoz a nagy pocsolyához, ahonnan jöttünk. Nem fog visszatalálni. Jó, hatalmas a játék ez, halad, de nagyon el kéne mélyülni. Nézd, itt is van egy település. Botok. Gyűjtsök botokat még. Hát gyűjtök botokat még! Botokat még! Na hát, hogyha itt ott van egy tábortűz, yes! Eloltam a fákját. Na jó, controls. Hát, hogyha lehet, itt is van egy külön gomber. Dismount X. Ha, tehát vannak akkor lovak benne. Végignyomkodom a gombokat, csinál valamit. Kitermelés tudás. Nem egyértelmű a dolog. Hol tudok aludni? Aludni akarok. Le akarok ide feküdni ide, és aludni. Nem lehet, miért nem lehet? Ez a játék, öcsém. Esküszöm. Nem tudom jól. Beragadtam. És mi, hogyha megdöfködlek? Ez nem segített. Hát akkor... De hogy lehet izé... Tábortüzet akarok, fadárdát csinálok. Azzal hát, ha meg tudok döfködni valakit most már. Kettes. Jó, vigyázz, mert dárdám van. Jó. 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 Eltört. Eltört. Na, jó, szerintem akkor ennyi volt. Nem tudom, hogy kell aludni, nem tudom, hogy kell kaptolni. Hát most komolyan... Ti láttátok, hogy mit, hogy kell? Én nekem tököm tele van már ezzel, egyszerűen nem működik semmi. Hol, mit, hogy kell? Minden tudok csinálni, csak azt mondom, ami éppen szükségem lenne rá. Rája. Na most ez itt mi? Kitermelés, kutat lehet, meg minden szart, de most pont azt nem tudom, amire szükségem lenne. Na, ez a bonyolult játék, de úgy hangulatilag egyébként nem rossz, meg látszik, hogy nagyon összetett, de lehet, hogyha az ember úgy tényleg elmélyül benne, akkor igen, de ez inkább ilyen management játék, tehát hogyha most gondolom építünk majd egy házat, akkor azt lehet bővíteni, akkor oda építenek mások is, meg jönnek ilyen kereskedők, és akkor végül is olyan, már ilyen stratégiai játékban megy át a végén, tehát ilyen SimCity-szerű valamibe. Na, minden esetre azért remélem, hogy élveztétek,
vagy hát így meghoztam a kedvet hozzá, nem is tudom. Ja, egy kicsit ezzel kellett volna előtte foglalkoznom, hogy komolyabban be tudjam nektek mutatni. De nem rossz azért, majd még ezzel fogok én foglalkozni magányos óráimban. Na, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, osszátok meg Facebookon, Twitteren, és csatlakozzatok a csatornámhoz. Köszönöm szépen a figyelmet, tengermi tisztelettel voltam Oszkár. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új? Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra. Nem fogod megbánni.